Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Korábban már említettem azt, hogy az anyukám 2002-ben halt meg, és a Biblia, a hitem, a jó Isten adott erőt számomra. Ezért még mindig nagyon hálás vagyok. Annak idején olyan hirtelen jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam azt, hogy a nyaklánc kimozdul bizonyos szavaknál. És ha ezeket a szavakat összeolvasom, és egy időben jönnek gondolatok felülről, akkor ennek van értelme. Ez olyan, mint egy kommunikáció. És pontosan ezt mutatom számotokra is, hogy milyen üzenet jön, nem tudom, hiszen én ezeket az üzeneteket nem tudom befolyásolni. Egy ideje kapok üzenetek képek alapján is. Ezek nem álomképek, hanem ha becsukom a szememet, megjelenik egy kép előttem. Ez nem mozog, hanem ez olyan, mint egy képeslap. És én úgy gondolom, ezek a képeslapok nem csak hozzám szólnak, hanem hozzád is. Ezúttal két képeslapot kaptam, mint egy üzenet. Az első képen volt egy templom, de a képen nem a templom belseje, az oltár volt látható, hanem mint egy ilyen föld alatti folyosó, a templom alatt természetesen, mint egy katakomba, azt láttam a képen. És itt, ezen a folyosón volt egy szerzetes. A falon volt egy kis ajtó, olyan, mint egy trezor, és ez az ajtó nyitva volt. A trezorban nem volt semmi látható. Viszont a szerzetes tartotta kezében egy könyvet. Ez olyan volt, mint egy művészi alkotás. Nagyon gyönyörű volt ez a könyv, nagyon díszített volt ez a könyv, és olyan volt a szerzetesnek a tartása, mintha át akarná nyújtani valakinek ezt a könyvet. A második képes lapon volt egy erdő, és az erdő közepén, egy út. Ez az út tele volt virágokkal, egy gyönyörű út, és bal oldalon, jobb oldalon voltak a fák. Az út végén volt egy kis templom, olyan szerény, tehát nem volt olyan pompás, mint a másik templom. Egy olyan szerény, kicsike templom, de nagyon sok nyugalmat éreztem ezen a képen. Én úgy éreztem a két képes lapot, hogy mielőtt mi betekintünk a mélybe, és tudjuk a titkokat, mielőtt átvesszük ettől a szerzetestől ezt a díszített könyvet, még van egy út előttünk, legyünk szerények, fedezzük fel a szépséget, a természetet, a virágokat, az erdőt, és a kis templom utal a mi kis hitünkre, ahol megtaláljuk a mi nyugalmunkat. Ez lehet egy visszahúzódás, az is lehet, hogy ezen a helyen tudunk meditálni, és ha megtaláljuk a nyugalmunkat, akkor ez a titok, ez a könyv megjelenik számunkra. Ez lehet egy belső forrás is. Hogy értelmezed te a képeket? Kérlek, írd le a kommentárba. Köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok arra, hogy mi a mai üzenet.
Valami fogva tart téged, és pontosan erre kellene odafigyelni. De ne félj semmitől és senkitől, éld a saját életedet. Fáradt, kimerült vagy, és tényleg valami úgy fogva tart téged. Akkor is, ha ez még eltart néhány napig, az a fontos, hogy megértsd azt, hogy te értékes vagy, feladatod van a Földön, és meg tudod oldani ezeket a feladatokat. Hamarosan kapsz egy meghívást, mert lesz egy ünnepség. Ha kedved van, akkor menj oda, ha nincs ehhez kedved, akkor légy visszahúzódó. Megvan a hited, megvan a bizalom, ez erőt ad számodra. Te tisztítani fogod az otthonodat. Rendbe teszed, és rendbe teszel bizonyos dolgokat is. Ne hozz áldozatot másokért, hiszen elveszíted akkor a saját énedet. A környezetedben, vagy a faluban, vagy a városban van valaki, aki parancsolgat, és elvárja azt, hogy ti azt tegyétek, amit ő akar. Ne hallgass erre a parancsra. Nem kell ehhez szólni, hanem légy visszahúzódó és csendes. Valaki közeledik hozzád, meglátogat téged. Ha valakinek kölcsön adtál valamit, az visszatér hozzád.
Az országban a király. Ott vannak még feszültségek, nehézségek, nem tudja hogyan tovább, de védeni fogja az országot. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!